Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Ez itt már bizony a 36. Baldur's Gate 3-as adás, ahol folytatjuk tovább a nyomulást a gyász házában. A legutóbbi alkalommal sikerült lejutnunk a gyászháza alá, és hát megöltük Viconia Devirt, aki egyébként ennek a szektának, aminek Shadowheart korábban a tagja volt, vagy gyülekezetnek a vezetője volt. Nagyon durván, nagyon csúnyán inasba raktuk. Természetesen második próbálkozásra lett meg. Első próbálkozásra rávertem egyet, és mivel Lajossal vertem rá, iszonyatos damokat osztott vissza rám. Tehát ilyen, kvázi ilyen reflectionos sebzést nyomott, és ez hát nekem nagyon fájt. Úgyhogy ide jutottunk, és most pedig az a cél, hogy megtaláljuk, ha már itt vagyunk, Shadowheart szüleit. De egyébként még volt a legutóbbi alkalommal olyan is, hogy megtaláltuk Omelumot, adott nekünk egy kis zsáknyi jutalmat, illetve tudunk velük is kereskedni, Omelummal és a társával, akivel ugye a mély sötétbe találkoztunk először. Illetve Janetnek a birtokát is megnéztük. Ott volt egy ilyen művész, egy festő, akit kiszabadítottunk, és egy ilyen szellem kísértet járt a házba, volt most ő, és meg van szállva. Úgyhogy azon kell még ügyködnünk, szabadíts fel a művészt, ez az. Mystic Carrionnal kell beszélnünk, Oszkárról. Úgyhogy ezekkel foglalatoskodtunk legutóbb. Ez a gyászházás rész, ez eléggé beteg volt, és elképesztő, hogy a játék még mindig tud ilyen mélyebb dolgokat mutatni. Úgyhogy innen folytatjuk most. Ott van Viconiának a pajzsa. A papnő köpenye is. Ha eltakarják, akkor előnye van a lopakodási próbáknál, hát ezt hazaküldjük a táborban. És itt van a fegyvere is, a szolgáló lányok puskája. Azt hiszem ez az övé volt. Na nézzük. Nézzük, hogy milyen lootok vannak itt. Mondjuk nem tudom, minek nyomtam mentést. Egy hangyár. Ez drága cucc, ez a gyűrűs páncél. Hát ezt a vaspántos biztos nem tesszük. Elveszett edzőterem kulcsa. Ez egy nagyon kemény fight volt itt. Azt érdemes visszanéznetek, hogyha esetleg lemaradtatok rólam. Hát a buzogány talán többet ér. Mindenkinek a buzogányát eldesszük szépen. Megy a tornázás ezerre? Na hát reméljük, hogy azért rosszabb távon eredményesebb lesz. Altalon. A főnök asszony jóvá hagyta az alkalmazott mérgek és bénítás képzésemet. Olyan büszke vagyok, a te kis lidércfényed a sötét úrnő hitelesített méreg szakértője lesz. Ez feljogosít majd a hirtelen nyelőcső szomlás alapjainak tanulmányozására. Micsoda móka? Hát ez aztán micsoda móka? Itt van az altalom. Ja, csak azért kérdeztem, Fish, hogy mi újság, mert azt hiszem egy éve mondtad, hogy volt ez a szitu. A kétnapos ellenőrzés katasztrófa volt. Hogy hagyhattam figyelmen kívül a foltokat a tunikámon? Meg kell kérdeznem Hyraldot, honnan szerzik azt a speciális szappant, ami kiszedi a megszáradt vért a szövetből? Pont egy éve volt? Na, hát akkor majdnem jól emlékeztem. Ja, jöhet a hangzsár is, reméljük, hogy a gyűrűs páncél még elfér lézelni, nagyszerű. Lézát ennyire durván meg lehet pakolni? Ennyi helyet csináltunk nála? Hát ez nagyon durva. Breathe deep.
Na nézzük, miket írnak még itt. Kedves anyám, igazad volt, amit novíciusként kérnek tőled a kolostorban, az csak... A szívem nem elég kemény ezekhez a dolgokhoz. A múltkori kialgatási óráról ki kellett rohannom hányni. De most, hogy már bent vagyok, nem látok módot arra, hogy újra kiussak. Legalábbis élve nem. Még azt se tudom, hogyan fogom ezt a levelet eljutatni hozzád, félek. És ahogy a főnök asszony rám néz, azt hiszem, ezt ő is tudja. Ó, bár csak hallgattam volna rád. A te Dimberted, bár itt Blue-nélnek hívnak. Hát igen, ő megszívta. Ez is tányér az jön, srácok. Ezt eltesszük. Hát ilyen hülye botokat nem teszünk el. Ez is kulcs. Uha. Itt egy ajtó. Igen, most volt egy ilyen villámnevezési lehetőség, ameddig éppen írtam át a címeket. És ilyen, és addig lehetett volna nevezni az Aragami nevezetű játszira. Bőrpáncél. Szegecselt pajzsot visszük. Sárfejvédő, hát azt visszük. Ügynöki névsor. Azt is visszük. Elegáns kézzel íródott, öt beszivárgó névsora. A nevük fölött fel van tüntetve, hogy ez a csoport bizonyult a legképzettebbnek, és nekik van a legnagyobb esélyük arra, hogy sikeresen megszerezzék a leletet, de ők továbbra is teljesen feláldozhatók. Kaldan Darkwood vezető, Budugvris közelarc, Kirk Deepcroft lakatlopás, Drina Kauli nyelvek, illetve Shadowheart a gyógyító. Szegény Shadowheart. Feláldozható gyógyító. Megpróbálod elmagyarázni az ügyfélnek, hogy miről maradtál, nem? Megmondom őszintén, már nem emlékszem, hogy mi az az arag, ami kettő. Azt mondták közben, itt lézelék, hogy a ládánk mögött van egy lyuk. Azt mondja, hogy most nem. Hát akkor mikor? Vágni nem tudtam, de a tűz az hatott rám. Lopakodós ninjás game. Ó, akkor ez egy régebbi játék, legalábbis az arag, ami egy. Mert nekem rémlik, hogy azzal játszottam, van ilyen oldalnézetes, igaz? Azt mondja közös Edward, hogy egy kis búvóhely, miért tűnik olyan ismerősnek ez a hely? Sietve írti jegyzet. Na nézzük csak. Rá fog venni, hogy újra tükörbe nézzek. El fogja venni az emlékeimet. Nem akarom elfelejteni, hogy ki vagyok. Szeretem a virágokat, szeretem az állatokat. A nevem. Az írás szaggatott firkálással szakad meg, mintha megszakadt volna. Egy tükör, ami ellopja az emlékeket? Nagyon sárán, mondja Lajos. Szervusz, Tibi. Úgy halmozzák az oltárra a drága pénzeket, mint a semmi se lenne. Az ajtó aranyat akar, csecsebecséket. A mammon csecsebecséit. Ez biztos Shadowheart írta. Ó, köszi a linket. Nem, akkor én nem erre a játékra gondoltam. Nem az arag, amire gondoltam. Gyártósor szimulátor az mi volt? Shaphez 2. SHAPHEZ2. Shibs.
persze. Az igen, egy 20-ast kell dobni? Hát ebbe bele fog törni a lok... És nem. És nem. Mindent viszünk. Ezüst villa, ezüst tányér, adjad. Baldurán várost alapít. Na nézzük csak. Ez a szöveg Baldurára. Egy kiváló hírű tengerészre épül. Aki sok évvel ezelőtt... Bla bla bla. Balduran követelt egy gyámot és barátot Ansort. Fényes volt Ansort pikkelje és még fényesebb a lélegzése. Ám egy árulás után, amely túlságosan átható ahhoz, hogy itt méltó részletességgel elmeséljük. Ansort a kő alá menekült és ezzel megváltoztatta a vidék nevét, amely alatt most drakonikus származásának megfelelően szunnyad. Sajtkeverék, az is jött. Ezüst tortálvány, ezüst kés, ezüst tányér. Olvasnivaló is van itt természetesen. Ez a tekercs tele van megnyugtató, meggyőző érvekkel, amelyek arra bátorítják a beteg szívüket, hogy forduljanak el a Sahainain imádatától, a holdlánya, ahogy az istennőt hívják, csak hazugságokat csuttog. Nincs megoldott probléma, csak a szeretet érzése. Marci, köszi szépen a 29 hónapos támogatásodat. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Peregjenek a szvegek, srácok Marcinak. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Nincs megoldott probléma, csak a szeretet érzése, amely olyan hideg, mint a holdi kikötő, az üres fakó, porból álló tengerek, és még ez is fokozatosan elhalványul az imádó számára. Alternatívaként a tekercs Sárról beszél, aki csak az igazságot suttogja. Az ő szeretete meleg, váratlanul meleg a sötétség. A bánat a nihilizmus istennőihez képest. De miért is lenne ez váratlan? A beteg szívűek csak vigasztalást és áldást találnak annak ölelésében, aki a legjobban megérti őket. Illetve itt van a sötétség vigasza. Egy bevezető szöveg, amely elmagyarázza Sár vonzerejét és felsőbbrendűségét minden más istenséggel szemben. Minden más úgynevezett isten hazug és sarlatán, aki olcsó trükkökre és könnyű válaszokra hajlamos. Olyan ígéretekkel igyekeznek elbűvölni a halandók szívét, amelyeket nem tudnak teljesíteni. Lady Sár nem tesz ilyet. Szavai őszinték, és ajándéka egyszerű. Az ő ölelése vár. Örök sötétség. A legtisztább semmi. Minden fájdalom vége. Végül mindannyiunkhoz el fog jutni. Semmi más nem fog számítani. És Lady Sár gyermekeinek ez az a feladata, hogy ezt a megértést sietessék a tudatlanok körében. Amikor Lady Sár szent munkáját végezzük, elkerülhetetlenül fájdalmat és szenvedést kell okoznunk. De ez csak azért van, hogy felfedjük az igazságot. Amit teszünk, az kedvesség. Hát végül is. A holdlány büntettei, ez is nagyon hosszú. A holdlány büntettei a holdellenes ligától. Jaj, annak, aki szelünk mellé áll. Négy módja van arra, hogy a szemünkbe szedje a gyapjút. Először is elhiteti veled, hogy a férjed vérfarkas, pedig csak elfelejtett borotválkozni. Másodszor folyton változik, így a lassú festők nehezen tudják megörökíteni a képmását. Harmadszor. A dagály. A fenébe az árapályokkal. Negyedszer. Az emberek folyton a holdat aszociálják a nőiességgel. És őszintén szólva elegünk van abból, hogy újra és újra ugyanazokat a verseket olvassuk. És ez mind az égi banya szelűn hibája. Egy önsegítőkönyv, amely az önkielégítés veszélyeire figyelmeztet. A hazafiak szokásai címmel. Quarta Suna. Micsoda könyvek vannak itt? Mi? Otto ellenállhatatlan táncának tekercsem. Ezt elolvasom. Egy lényt táncra késztet, ami miatt képtelen akciót végrehajtani vagy mozogni. Támadói előnyben vannak a támadó dobásoknál.
a lángoló ököl történetem. Na, hát most megyünk a másik irányba. Harci katekizmus. A kardkar megerősítése. Közelharci gyakorlatok napi 2 órában. Minden körben ellenfél és fegyverváltás. A vérontás elfogadható, sőt elvárató. Ne felejtjétek, egy jól képzett harcosnak hegek bizonyítják ezt. Az IS személynek csiszolása, a távolsági gyakorlatok minden nap 2 órán át. A célpontok a rögzítettől a mozgóig és az élőig fejlődnek. A méregkeverő szívének edzése, mérgek és főzetek készítése és elmélete napi 2 órában. A tanulóknak kis mennyiségű mérgező anyagot kell adagolniuk, hogy fejleszik a toleranciájukat. Nézzük, mi van a kollégiumban. Nocturno! Üdv néked! Shadowheart, nem voltam benne biztos, hogy valahogy is meglátlak. Én vagyok az Nocturne, emlékszel? Felidézett az emléket, amely Shadowheart a nemes szár megölésével szerzett vissza. Ez lehet az a személy, akire emlékezett. Emlékszem rád, de te más vagy. Nagyon más. Régebben máshogy hívtalak, nem igaz? Így volt, de most már nem az vagyok. Emlékszem, hogy a többi beavatott ugratott téged a neved miatt, amit Lady Shah tiszteletére választottál. Megtámadták, hogy ki vagy te. Soha nem találtam viccesnek, de nem voltam benne biztos, hogy miért. Végül rájöttem, hogy azért, mert nem voltam elégedett azzal, aki vagyok. Nem tudtam így folytatni, de látva, hogy te hogyan küzdöttél, rájöttem, hogy nem kell. Attól kezdve én voltam Nocturne. Nem volt könnyű, de minden kezdett értelmet nyerni. Tudtam lélegezni. I could breathe. It's a beautiful name. Ez egy gyönyörű név, jól áll neked. Köszönöm, magam választottam, de elég ebből. Nem hiszem, hogy visszatértél. Amióta az eszemet tudom, próbálok visszatérni ide, ami bevallottan nem sok. Ők azt szoktatták, hogy öngyilkos küldetés volt ez a leletkeresés, amire küldtek. Néhányan még azt is gondolták, hogy ez egyedül a főnök asszony terve volt, és nem Lady Shah szándéka. De most úgy tűnik, hogy a főnök asszony is Lady Shah ellen fordult el. Kíváncsi vagyok, hogy Shadowheart hogy dönt. Shah elítélt engem. Az ő döntése alapján te és én ellenségek vagyunk. Csak akkor azt kívánod, hogy az legyünk. Segítettél nekem, hogy hű legyek önmagamhoz. Nem fogom így irigálni, hogy felfedezd magad, még akkor sem, ha ez nem tetszik Lady Shah-nak. Ez nekem elég jó. Nem vagyok biztos benne, hogy mit vártam, amikor visszatértem erre a helyre. Biztosan nem egy barátod. Biztos van mindenféle, amit el tudsz nekem mondani. Olyan dolgokra is, amikre nem emlékszem. Vannak, de mivel a főnök asszony elment, nem tudom, hogy itt maradhatok-e nosztalgiázni. Talán van egy másik enklávé odakint számomra. Nincs szükséged Shah-ra. Talán nem. Nem mindenki ilyen bátor. Holnap elmegyek. Gyere el hozzám addig. Szállásmesterként dolgoztam. Eladhatok neked néhány dolgot, hogy segítsek neked, és bepótolhatjuk a lemaradásunkat. Ketchup? Hát akkor egy kis ketchup. Kihallgatási napló. Hoppá. Egy napló, amely egy Gideon kifogói több napon át tartó kínzását részletezi. A fogoly eleinte erős marad, de nagyon lassan kezd elszállni. És információkat szolgáltat egy titokzatos lelet hollétéről, amelyet Vlakit királynő rejteget. Gideon kétségtelenül a sáranok előkészületének része, hogy elfoglalják
az asztrál prizmát. Hát itt minden szétlútolunk, srácok. Szállásmester ide vagy oda. Hopp! Ezek az ígyszerek, miért pont ezekre emlékszem? Egy ajándék Suldanes Szállártól, mondta a főnök asszony. Kíváncsi, soha nem, mint különös, soha nem tudtam eldönteni, hogy büszke volt-e rájuk, vagy sem. Magas biztonsági páncélterem 8. kulcsam. Jaj, még egyszer nem akartam belenézni. A sötét igazságtevő sisak, annyira szerettem volna egy sajátot. Nehéz elképzelni most. Ezek mind rólam szólnak. 40 év az életemből, dokumentálva, mint ha valamiféle példány lennék. Évek teltek el, és még mindig nem hajlandó könnyen olyanná formálódni, amilyennek Lady Shar szeretné, hogy legyen. Megkérdőjelezi a tanításaimat, habozik, amikor könyörtelennek kell lennie, és arra vágyik, hogy úgy merészkedjen a világban, mint valami gyanútlan állat. A viselkedése gyakran gúnyt űz a nevéből, amit felvett. Shadowheart. Az, hogy Lady Shar azt hiszi, hogy egy napon ő lesz akaratának tökéletes megtestesítője, felemeli a torkomat. Nem bizonyítottam, hogy méltó vagyok rá? Nem áldoztam fel mindent azért, hogy az éjjeli énekesnő kedvébe járjak? Valami nagyszerűt építettem az ő tiszteletére Waterdeep-ben. Most már mindennek vége. Akik követtek engem, azokat átkarolták, nekem pedig csak az maradt, hogy hogy a holcuk a követőinek gyermekét ékesítsem Lady Shart jobb kezében. Nem fogom feladni. Újra alakítom őt, vagy megtöröm. Az éjjeli énekesnő így vagy úgy, de mindenki meg fogja tudni, ki a leghűségesebb szolgája. Jó. Ajjaj, túlterheltek lettünk. Azt hittem a vázáról is tud mondani valamit. Az éjszaka szolgálatában. Jó. Hoho! Évek teltek el Waterdeep Suldanes Szalár óta, végre eléggé kihűlt az ösvény ahhoz, hogy újra elkezdhessem Lady Shar szent munkáját. Igaz, hogy a titoktartás a legnagyobb pajzs mind közül. Mégis, az újrakezdéshez szükséges áldozatok meredekek voltak. Jobb, ha bebizonyosodik, hogy megéri. Baldur's Gate. Furcsa érzés újra itt lenni ezen a helyen. Annyira ismerős, mégse tudok kapcsolatba lépni velem. Olyan vagyok, mint egy élő szellem, elrejtőző és figyelvem. Az idő úgy száguldott el, mint egy őszi vihar. Lady Shar temploma Baldur's Gate-ben folyamatosan és titokban növekszik a parancsnokságom alatt. A szomorú ölelés kolostorának neveztem el, mert az éjjeli énekes ölelése a végső cél, amelyre mindannyian vágyunk. Egy nap ez a hely még azt is felülmúlhatja, amit Waterdeep-ben alkottam. De addigra talán már nem én fogom irányítani. Lady Shar, mert Shar úrnő azt mondja, hogy van egy másik, akit ki kell szednem egy elvetemült szelünit örökségből, és át kell formálnom, hogy a sötétség bajnokává váljon. Merész terv, de mindenem bekerülhet. Határozottnak kell maradnom. Meg kell találnom ezt a gyermeket Lady Shar-ért. A kémém jelentették nekem, hogy egy gyermeket megtalálták. Egy kislány fekete hajjal. Hamarosan nagykorú lesz, és a holcuka örökre elveszíti. De a tervünk már folyamatban van. A sötétség leple alatt a lány hamarosan a miénk lesz. Ugye Shadowheart. Húhú, kajákok. Visszük az összeset. Még a tortálványt is. Nocturne naplója. Hoppá, barátaid vannak a C-ben. Nocturne vagyok, úgy gondolkodom, mint ő. Őt látom, amikor a tükörbe nézek. Nem emlékszem, mikor hívott utoljára valaki rossz néven. Shadowheart gyorsan kijavította a nyelvbotlásokat, és még gyorsban kihívta azokat, akik rossz indulatból használták az esküt nevemet. Szerencsés vagyok, hogy a barátom. Ismét elvették Shadowheart emlékeit,
többet, mint korábban, de most már tudom, mit kell tennem. Tudom, hogy meg fog rémülni, és hogy nem fog sok mindenre emlékezni, még rám sem. Elvihetem a rejtek helyünkre, és emlékeztethetem önmagára. Minden alkalommal egyre jobban megy. Imádom látni a tekintetét, amikor végre emlékszik rám. Miért kell a főnök asszonynak ezt tennie vele? Miért kell úgy a sarkába őrölnie, ahogy senki mással nem teszi? Egy küldetésre készítik fel, és hamarosan ismét elveszik az emlékeit. Újra látnom kell őt, amíg még emlékszik rám, meg kell mondanom neki, hogy maradjon biztonságban és hogy még találkozunk. Napok óta nem hallottam felőle. Shadowheart és a többiek élhetnek vagy halhatnak. Úgy tűnik, még a főnök asszony se tudja. Beteg vagyok az aggodalomtól, még írni se bírok többet. Na nézzük. Greetings. Do you seek to trade? Mutasd a cuccod. Nagyszerű. Black Plume sisak. Az olyan különlegesen nézett ki, úgyhogy ezt nem adjuk el. Gazdag arkanista sisak. Az nem kell. Ímzett kalap se kell. Lángoló ököl sisak, azt mondjuk megtartjuk. Meg azt a sárosat is. Meg azt is megtartjuk. Meg azt is. Meg azt is. És most a könyvek jönnek. Azokon már nincs sok pénze. Hát igen. Shit. Shit. 11. 11. 11? No! Jó, egy ezüstkét fel tudunk még neki adni. Holnap már nem lesz itt. Ja? What do you seek? Jó van. Akkor kösz a lootot. Mármint a pénzt. És most jön az, hogy meg kell jutnunk a veszteség kamrájába, ahol Shadowheart szüleit tartják fogva. Fekete gyémánt. A korong felemelkedett, miután elmozdítottam valamit az oltáron. Fényben kincset érő, elveszett a sötétben. Ami fekete gyémánt. És hogyha kettőt teszünk oda? Fekete gyémántból. Hogy gyémántot is teszünk oda, ahhoz mit szól. Oda néz. Gyémántokat áldoztunk. Segíts Edwardnak megmenteni a szüleit. Shadowheart szülei közel állnak egymáshoz. Mindent meg kell tennünk, hogy segítsünk neki megmenteni őket sárkarmai közül. Amúgy mit írnak ide? Fényben kincset érő, elveszett a sötétben. Akkor ez a gyémánt lenne. Patriar vesztesége. Csak egy patriar vesztesége nyithatja ki ezt az ajtót. Hollow Leaf. Ez mit jelent? Státuszelvesztés vagy vagyonveszítést? Veszteség kamrába bebörtözöttek nevei. Gityanki elhunyt. Én látom őket, látom a szüleimet. Istenek, mit tettek velük? Na gyere.
Ez nem lehet. Egy újabb baljas trükk. Nem. Nincs semmilyen trükk. Ő az, Jennevel. Jen, a mi kis lányunk. Jen, ahol lány kegyelme, te vagy az? Azért vagyok itt, hogy kivigyelek innen. Mindannyian elmehettek. Vége. Hoppá. Még nincs vége. Látod, nem számít, ha lerombolják ezt a helyet. Ha minden egyes testvéretek és nővéretek megölitek, az én hatalmam sosem ebbe rejlett. Minden alkalommal, amikor megpróbálsz eltávolodni tőlem, minden alkalommal, amikor megpróbálsz szelűn után nyúlni, a szorításom egyre mélyebbre harap. Ha megtanultad volna, ha engedelmeskedtél volna, nem lenne fájdalom, de te tovább küzdesz. Rosszabbá teszed magadnak a dolgokat, és nekik is. Szörnyeteg vagy, nem istennő. Az a gond, ha itt tovább megyünk, akkor megöli a szüleit. Ha elmegyünk, akkor meg örök szenvedés. Azt mondjuk, hogy szörnyeteg vagy, nyomta egy mentést. Egyik se vagyok, semmi se vagyok. Én vagyok az üres szoba, az álomtalan álom, az árnyék árnyéka. Nem volt fájdalom, mielőtt a nővérem lángra robbantotta a napot. Most azért létezel, hogy szenvedj, amíg vissza nem találsz az ölelésemben. Elég volt. Elviszem minden a szüleimet. Elviszem őket tőled. Nem lehet. Még mindig hozzád vagyunk kötve. Nem szabadítatsz fel minket és magadat sem az árkától. Oldálynak nagyobb szüksége van rád, mint nekünk. Mi vagytok a jövő. Vissza kell térnetek a nyájban. Mi vagyunk a múlt, és a mi kötelességünk már majdnem teljesült. Igen, szólóan fogalmaztál. Az elméd jól bírja az itt töltött időt. Ugyanez nem mondható el az édesanyjáról. Az emberek ilyen rövid, törgerékeny életet élnek. Ez az utolsó leckém. Most hagylak benneteket, hogy elmerengjetek a hibáitokon, és meghozzátok a döntéseteket. Sárbúzsozó szavai a húsodat borzongatják. Itt nincs tanulság, csak egy család gyötrelmei. Egy gonosz istennő szeszélye és egy kimondhatatlan döntés, amit meg kell hozni. Elment, én ezt nem értem. Sár sose fogja beismerni a vereségét. Addig nem, amíg egy utolsó dolgot el nem lopott tőled. Nem engedhetjük, hogy a jövőd legyen az utolsó zsákmánya. Nem. Azok után, amit anyád és én elszenvedtünk, hogy újra láthassunk téged. A társad megérti, azt hiszem. Segíts neki, kérem. Segíts neki megérteni, hogy mit kell tennie. Választanod kell, Shadowheart. Szabadíts meg a szüleidet, vagy szabadulj meg Sarátkától. Beszélj anyáddal és apáddal, nézd meg, mit kívánnak. Azt akarod, hogy megold a szüleidet. Az ő elképzelése a búcsú ajándékról. Nem tud megszabadulni a szüleitől. Megtaláltál minket. Ennyi éven át ez az álom tartott bennünket életben, hogy kiszabadulsz. Nem számított, hogy mit tettek veled. Tudtuk, hogy még mindig ott vagy. Tudtam, hogy a sötét erő nem fog megijeszteni. Mindig is olyan bátor lány voltál. Az volt, és még mindig az. Megmentettél minket. Most ments magad. Nem leszel sárható sugarában, és mi békében leszünk. And we'll be at peace.
De mi csak most álltam rátok, ennyi idő után, nem veszítetlek el újra titeket. Még mindig veled leszünk, a Holdánk egyelméből sose leszünk messze. Kérlek, Genevelle. Ajaj, rábízzuk meg. Ez a te döntése, Csadoárt, nincs szükséged arra, hogy megmondjam, mi a helyes. Tényleg ezt akarod? Erre van szükségünk. Mindannyiunknak. Úgy volt, hogy te leszel Selune híveinek, vezérlő fénye. De megfosztottak tőlünk. Most ezt elosztjuk és megnyugodhatunk. Segíts nekünk, Jen. El tudom engedni most, hogy újra láttam az arcodat. Viszontlátásra. Nem búcsúzom. Még csak közel sem. Mik azok? Holdmolyok. A Selune fényét hozzánk a sötét helyekre, és útmutatást nyújtanak a rászorulókra. Rászorulóknak. A szüleim vigyáznak rám. Hagyjuk el ezt a helyet. Nincs itt semmi keresnivalóm. Mi helyzet az emlékeiden? Nincs több, amit elvettek tőled? Többet? A legtöbbet, azt hiszem. Két lemocsán nagy lelkűségből adnám magát. Jobb, ha elveszettnek, tekintem őket. Mindenem megvan, amire szükségem van. Hogy új emlékeket szerezzek. Ami ezt a helyet illeti. Amit itt tettem. Hadd maradjon elfelejtve. A szüleim. Láttam őket, beszéltem velük, és elengedtem őket. Ez több, mint amit most fel tudok dolgozni. Adj egy éjszakát, hogy megpróbáljam összeszedni magam. Shadowheart úgy döntött, hogy véget vett szülei szenvedésének azzal, hogy nyugalomra helyezi őket, és Selune gondjaira bízza lelküket. Most már békében nyugszanak, és ő is megszabadult Shadowheart befolyásától, megszabadult a módjától, és végre a saját útját választatja. Ja, hogy mindenki át tudom úgy ide ugrani? Na hát van egy High Harperünk, a Githyanki arcosunk, a Sápa Delfünk, a tüzes barátunk és Waterdeep varázslója. Még mindig vannak companion questek. De Shadow RT úgy néz ki, hogy itt most véget ért. És ott van a veszteség tükrám. Lefejezett git. Egy Githyanki, a fejét eltávolították, megkínozták információért, aztán gondoskodtak róla, hogy a holttest ne tudjon segíteni senki másnak. Mert hogy gondolom, akkor így nem működik a holtakkal való beszéd sem. Action, not reaction. Ja, Lajosnak most nincs sok élete. Hoppá! Egy napló, amely egy Githyanki fogoly több napon át tartó kínzását részletezi. A fogoly eleinte erős marad,
De nagyon lassan kezd elszállni, és információ... Jó, ez már volt. Ezt már olvastuk. Hát nem, hasbeszélő nem működik, sajnos. Na, Tima, veszteség tükrem. Egy hatalmas csiszolt korong tárul elé, de egy tükör, amit a sáránok arra használnak, hogy emlékeket fosztogassanak mások elméjéből. Emlékeket. Ez valahogy ismerős nekem. Biztos vagyok benne, hogy már álltam ezelőtt a tükör előtt. Talán sokszor. Mondj egy imát a tükörnek. 25? No way. Your prayers fade away into the nothingness of the mirror. Belenézünk a tükörbe. A tükör üressége, mint a kábító ölelésbe vonzana. A gondolataid, érzéseid, emlékeid lassan és álmosan távolodnak egymástól. Fel kell adnod önmagad egy részét, de mit? Tintom tiltott tudásától való megválás. Hoppá! Ajánlj fel emlékeket az erődről, olyan alkalmakat, amik a nyers erődnek köszönhetően győzedelmeskedtél. Nem fogod feladni önmagad egyetlen részét sem, találj ki egy hamis felajánlást, hogy becsapd a tükröt. Mert a tükör becsapás. Meglepetésére a hamis emléket elfogadják. Olyan könnyedén tűnik el az emlékedből, mint ahogyan előidézted. Idegen érzés kerít hatalmában. Egy pillanatra nem érzed önmagadnak. Emlékek zűrzavara követeli a figyelmedet, a régiektől az újakig terjednek, de egyik sem a tiéd. Bármilyen hatalom is lapol a tükör mélyen. Has no interest in you. The dark mirror. A sötét tükör úgy tűnik elalszik, éjsége csillapodott. The huge mirror stares down at the mirrors. You must surrender some part of yourself. Még lehet felajánlani valamit. Na, a tiltott tudás. Valami értékeset adtak át, már nem tudod felidézni a pontos természetét, de a veszteséget mégis érzed. Bármit is vesztettünk, valami újat kell nyernünk. Valami ős és megismeretetlen dolog jelenlétét érzed. Észrevesz téged. Úgy tűnik, hogy kíváncsi rád. Ahol korábban a tükör nem mutatott semmit, ott most van valami. Emlékek, tapasztalatok, képességek. Mindezeket mások elméjéből szedték ki, és most felajánlják nektek, hogy választhatok belőlük. Melegedj meg a bárd ravasságához, aki még egy sárkányt is el tudott bűvelni. Igényelj az erő emlékeit egy rég halott hadvezértől, aki egy eltűnt királyság zászlaja alatt menetelt. Tolvaj legmerészebb hős tettei, barbár emlékei, varázsló titkai, sötétebb bölcsességei. Hadvezér, mindkét oldalon soraitok kezdnek megroppanni az ellenséges támadás alatt. Csata kiáltást hallatsz, és visszasírod a csapatokat. Na nézzük. Mi? The huge mirror stares down. Your mind still reels from what you have already received from the mirror. The dark mirror. Hát most már megkaptuk a jutalmat. Meg gondolom ez valami stat lesz. Jó.
Kipróbáltuk. Megnéztük. This feels familiar to me somehow. I'm sure I've stood before this mirror before. Flackett's will be done. What am I to do? Na, Shadow Art-tal fogunk imát mondani. A huge polished disc looms before you. A mirror. One that was used to wrest your memories from you. Jó, újra dobunk. Csak 25-öt kell dobni. Hátrány, szelűn szolgálod. És az alacsonyabb értéket választja a játék. Jézusom! Dobtunk már 2x26. Jó, hát akkor ezt nem. Ezt elengedjük, srácok. This feels... Jó, ez ennyi volt akkor. Csapjuk szét. Azt mondja, most nem. Hát akkor nem csapjuk szét. Nem vágom, hogy az akciót, azt például, mert nem kaptam akciót. Most nem enged mozogni. Na végre. Tehát nekünk van lélektörő nagy kardunk. Ez a buzogány esetleg. A bohóc kalapácsa. Nem nyert, srácok. This way. Never wanted the easy path. Ho ho, lehet vele beszélni. Your desire. The corpse regards you. Na nézzük. Sajna megjutalmazta az áldozatodat? She will. Megfogja. She meg must. Kell. Mire való a kulcs? Vault. Számolóház. Mi ez a ház? Ki vagy te? Iconia. Na jó. Honnan jöttél? Menzum Baranzan. Underdark. Mezőberénybe jött. Lady Shah's command. Waterdeep. Lady Shah parancsára jött ide. The path less traveled. One day I'll catch a break. Itt volt kint egy csóka. Akkor nincs kint csóka. Ugye itt voltunk benne, meg kiütöttük a falat.
elveszett edzőterem kulcsa működött rajtam. Aha, itt ellenségek vannak, srácok. A háromból kettő miss. Hihetetlen ahogy. Gyászkulcs. Ó, basszus, letereltük a Lézát. Ugye nem látja az elérési utat. De csak ki kellett jönni az ajtóból. Miért nincs akciónk? Ezt nem vágom. Azt mondja, nincsen akció forrás. Ez micsoda? Swords meet sorcery, indeed. Igen, minden. Bam! Gyászőr Virbóról kaptam. Hú-hú! Egy HP. Most már legalább van akciónk. Shouldn't have made me your enemy. Victory awaits. Maggots will be done. Remélem, hogy az valami jó lesz. Zárt törés lehetetlen. Azt hogy? Looking ahead. Oh, enough waiting. Azt hogy? Blood. Hát akkor lopás. És táborról küldés. Az komoly. Mondjuk lehet, hogy itt lesz a lót, mint a kulcs. Na basszus, itt van. Jó volt ez a hely. I think I should be quite happy living in a tree. Then, no, it will come back to me. And I came from that building over there. Jó, próbáltunk vele beszélni, hogy a múltkor is, de nem jött a szám. Oh,
odd, isn't it? Jó, gyászhez a kipucolva. És akkor most táborozunk, srácok. Nem úgy tűnik, mint a bárki is járt volna itt egy ideje. Talán az emberek elvesztették a hitüket. Vagy elfelejtették. Ide akartam jönni, hogy lássam, érezzek-e valamit, amit eddig nem éreztem. Most, hogy tudom, amit tudok. Most, hogy tudom, ki vagyok. És érzel valamit? Veszteség. Valódi veszteség. Nem serfeledése. Ott volt a családom. Túl rövid ideig. Most már nincsenek. Az én kezem által. Nem mond semmit. Nem tűntek el, igazán emlékezünk a holt szemekre. Emlékszem, de nem tudnak megvigasztalni, nem tudnak tanácsot adni, nem tudják elmondani, milyen voltam kislányként. Szállítsd meg a szemed! Amíg nem mentjük meg magunkat, a könnyek luxusnak számítanak. Nem. Ennyi. Engedd ki magadból az egészet, ez már régóta váratott magára. Rég volt már, hogy könnyet ejtettem. Nem is tudom, milyen régem. Ajaj, elmosódott a smink, srácok. Akkor most mi legyen? Shadowheart vagy Genevelle? Shadowheart. Ő épp úgy hozzám tartozik, mint Genevelle. Nem tudom csak úgy elfejteni őt. Ez már nem az, amit csinálok. Emellett Shadowheart illik hozzám. Talán még jobban is, mint korábban. Nem vedhetsz árnyékot fény nélkül. Édes kő jellemzői. Visszamegyünk egy kicsit. Egy picit. Engedj ki, igen, mi a következő? Folytatjuk, ez minden, amit tehetünk. Egy idő múlva követni fogom. De azt hiszem, először is még egy kicsit itt akarok maradni. Ez a hely nem ismerős, de békés. Ó. Ugye a táborba küldtük a ládikót. Kérdés ugye, hogy a ládikó hova került? A ládikó ilyenkor a ládámba megy? Thank you.
kristályos láncsem. Én csak fel akarom venni. Leltározatni. Na, zsír. Ezeket a sisakokat is amúgy ki kéne rakni. Táborba küldés. Ezek a sapik menőn néztek ki, azért hoztam el. Valószínűleg ennyi törött lámpás se kell nekünk. Ó, köszi szépen. Köszi szépen amúgy, Patrik Péter. Jaja, középen volt a ládikó. Shadowheartnak egy kis fény. Lajosnak is egy kis fény. Állatokkal beszélgetés. Látni a láthatatlanokat. És akkor mehetünk is tovább. Mehetünk is tovább. Nézzel, nézd csak! Az baj. Az bajos. Ja, jó. Hát mi van veled, Lézel? Na végre. És érted, egy krites 20-as. Zsebtolvaj? Ja, nehogy én zsebtolvaj, jólom őket. Sziasztok, ez a ház itt nyitva volt. Ha a szőlőtőkig nyertőtetek, már kitakarítottam őket a szomszédos házakról. Nem ígéretem, hogy ez lesz az utolsó alkalom. Ma a druida elutazott egy időre, én csak a fia vagyok. És tanonc is, a bűneim miatt. Ki az anyád? Egy barátjának hittem magát. A druida, Jaira? Ismerem Jairát, valóban együtt utazunk. Mi? Tudod, hogy hol van anya? Tell Ryan, quickly! Wow. Legyen szokásod, hogy csak úgy beengeded magad az emberek otthonába, ugye? Az anyám nincs itt, ha őt keresi. Na várjatok. Let's go, táboros! És hozzuk Jairát. Gail. Ne haragudj, semmi személyes. Tudod. Azt mondja, hogy 141. Amit Shadowheart tett a szüleiért, az a szeretet mélységes cselekedete volt. A bátorsága, nos, nem semmi, amit látni kellett. Aha, valami átkerült hozzánk. Na, Jaira, te hol vagy? Hol vagyol, Jaira? Köszi. Hoppá. Na nézzük. Soha nem fogja Sár megpróbálni a szeretet kötelékeit szolgáltatni, láncok... Mi? Soha nem fogja Sár megpróbálni a szeretet kötelékeit szolgálati láncokkal csavarni. Shadowheart nem hagyta. Nem ismerhettem a szüleit, vagy azt, hogy mit szenvedtek. De azt tudom, hogy végül is büszkék voltak rám. Na, csatlakozz hozzám. Micsoda meglepetés.
Malar jelen. Egy rajtaütés. Biztos, hogy ez utána a temes testvére. Halottnak tűz. She looks dead. Smells it. Az illetet is érzi. It has been a ez egy nehéz út volt, de mindkettőtök fülénél megcsipkethetlek titeket, hogy bebizonyítsam, nem vagyok szellem, ha segít. Bocsáss meg nekünk, anyám, csak meglepődtünk, hogy még mindig tudod, hogy hogyan találsz haza. Ez egy gyönyörű otthon, azt hittem Jayre egy barlangba él egyedül. De már ő ismered a drága anyát. Ryan. Egy küldő varázslat 25 szót hordozhat. Tudod te, hogy Jayre egyetlen üzenete hányat tartalmazott az idő alatt, amíg távol volt? 7. Mit mondott? Az üzenet így szólt. Sajnálom, tudod, mit kell tenned. Akkor miért nem tetted meg? El kellett volna vinned a fiatalokat a városból. És neked halottnak kellett volna lenned. Ez jelentette az a nagyon, nagyon sztoikus üzeneted, nem? Mégis itt vagy, szóval mégis mi történt odakint? A bőrömet megmentette ez az egy. Azért jöttünk, hogy felvegyük a harcot a szektával szembe. Pontosan ezért nem lehettek itt mindannyian. Miért? Nyerni akarsz, ugye? Te vagy az, aki megmentette őt. Mondd csak, mindannyian el vagyunk kítélve. A szekta hatalmas, nem lesz könnyű harc. Szóval harcoljatok, ezért vagytok ki hősök és árberek, nem igaz? Te nagyon idegesítő lány vagy. Ez nem a te házad, emlékszel? A mi tetőnk alatt civilizáltan fogsz beszélni, ha egyáltalán megengedjük, hogy itt maradj. Kegyelmes húgom, végül is öreg már. Olyan öreg. Úgy tűnik, leszavaztak. Látod, anya? Így kell megbeszélni a dolgokat a családdal. Ha van még mit megbeszélni, akkor gyertek csak, és töröljétek meg a csizmátokat. Ellen Racine otthona. Szép napot, szer! Ismered ezt az udvart? Egy ilyen nyilvánvalóan jó neveltetésű embernek, mint én, a Fluffington házból nincs szüksége hivatalos bejelentése. Sir Fluffington, megtiszteltetés, hogy vendégül állhatom a kastélyomban. Jessam felfedezett egy régi családfát a dolgozószobámban, azóta egy persznyugtunk sincs. Tethyrian nemesség. Lehet, hogy király családtag vagy, Jaira, de te persze nem akarsz királynő lenni, és Rion túl sokat káromkodik, szóval nekem kellene lennem. Óvatosan, kislány, ott szokások a zsarnokok ellen fellépni. Nem vagyok zsarnok, ha bárki annak nevez, lecsapatom a fejét. El nem küldött küldetés. A halál nem fog megvédeni téged, idióta. Hagytad, hogy a dolgozó szobám sűrűvé váljon, ezt hallom? This house has taken in a lot of children. Ez olyan sok gyermeket fogadott be az évek során. A kedves anyuka néha több parancsnok volt, mint nos kedves anyuka. Mother dear. Szóval mind Jaira gyámjai vagytok? Kortermek család, életre szóró irritáló anyagok. 9 éves koromban voltunk a piacon, valami kereskedő kezdte a szokásosat. Igen, de hol van a családod? Kinek a fia vagy te valójában, amikor anya végzett vele? Nos, mondjuk nem lesz saját fia, aki miatt aggódnia kellene. Peaceful for the moment.
Ott egy erszény. Ez Jairának a szobája. Jaira, természetesen szívesen vigyázok a gyerekekre a távol létedben. Ferdinand, I just trimmed you. Egy utazó kenyargos levele hazatérő családjának. High Harper mozgás az árnyvidéken megerősítve az abszolút kultisták ott haladnak át, ahol az árnyak a legmélyebbek. Nincs nyom, hogy hogyan, és nincs eszköz a követésre. A hold felkelte tornyokban messziről fényeket láttak, és nagy erők mozgása a sötétségben. Hadsereget gyűjtenek, hozzatok még több Harpert, hozzátok a fényt, gyorsan! Utolsó figyelmeztetés. Kérdés azoknak, akik vágják a játékot. Nem az érdekel, hogy mit lehet ide rakni, hanem az érdekel, hogy nálam van-e, illetve vagy a tábornál van-e, vagy esetleg már találkoztam-e azzal a cuccal, ami ide való. No arguing. I am well. And Minsk? We're working on it. You'll get him back. I owe him a kicking for showing Minsket visszafogott kapni. So, this cult. Ez a szekta, mi a tervük? What's our plan? I'm not full enough. Nem vagyok olyan bolond, hogy azt higgyem, meg tudom változtatni a véleményedet, de ha maradsz, nem akarom, hogy fegyvert fogd. Másképp is lehet harcolni. There are other ways to fight. Really? Tényleg? Mint like például... A falakon kívül menekültek vannak, védelemre van szükségük. Szígyent hozol rám, minden vadászatunk során elfelejtem őket. Rendben, akkor hagyja ránk őket. Ha nem tudjuk átutatni őket az ellenőrző pontokon, legalább gondoskodunk róla, hogy figyeljenek rájuk. Ha az utcán kell harcolniuk. Ha nekem kell otthon maradnom és vigyáznom a gyerekekre, akkor a te dolgod, hogy gondoskodj arról, hogy még mindig legyen otthon, akire vigyázni is kell. Bármennyire is örülök, hogy újra itt vagy anyám, menj el, dolgod van. Igen is parancsnok. Várjatok, még egy dolog, a szentetagjai között vannak hasonmások, legyetek résen. Rendben, akkor ha ölelésre vagy puszikra vágysz, biztos vagy benne, hogy én lövök először. Kimi meg a tisztelgéstől, gárdista, hagytad, hogy kicsúszunk a kezedből. Nem parancsnok, éreztem, hogy jön. A barátja is. Druidaszag. Milyen éles érzékek? Gondolom, te fogod őket őrizni, amíg távol vagyok. Kaphatok egy igazi kardot? Nem. Rendben. Mi úgy érzem, hogy Lajos feje túl nagy, és nem fér a képre teljesen. Ez csak a kameramán hibája. Ez a kameramán hibája. Want to agree with Alfred?
itt van Tét. Remélem, téli álmot aludtál, kiskölyök. Jaira, nem akartam látni. Ha te nem meghaltál volna, azt mondták. Ki mondta? George és Rayon? Nem hitték, hogy hallom. Egy kis hunyit olvaj. Nos, tévedtek, nézd. Nem halott, csak volt néhány kalandom. Például... Had a few adventures. Like, Egy harcos angyal mellett harcoltam. No, Cub. He does not mean me. Now, Cub. Most kölyök. A magány csodálatos dolog, de ne túlságosan. Gyere le és harcolj a testvéreiddel. Várj itt. Ezt megtartottam biztonságban. Az én Harper kitűzöm. Egy bizonyos kis besuranótolva játszott lent a szentélyemben? Nem. Ez a Harper kitűző több ajtót nyit ki, mint a legtöbb. Gyere le a dolgozó szobába és nézd meg, hogy meg tudod-e fejteni. Na hát akkor most már a kérdésre van is válasz. Ez kellett ahhoz, hogy ezt ide betegyük. Azt nézzétek. Na, ez a nem semmi. Jaira pincéje. Ne törődjetek azokkal, amíg én itt vagyok, addig valószínűleg biztonságban vagytok. Észak neked, Jaira. Have no fear. The traps aren't meant for you. But better to stick close, okay? Mondom, én hiszek neked, Jaira. Ne. Az egyetlen vadon, amit a város megenged nekem. Itt kell lenni a látmánynak, ami segített nekünk. Az a gond. Ott lehet beszélni állattal. És ha állattal lehet beszélni, akkor Lézát haza kell küldeni. Na nézzük. 146. Nyomunk egy mentést. Jaj, Lézel. Basszus. Githyanki. Na szó szerint azt jelenti Git gyermekei. De én még soha nem ismertem úgy a családot, ahogy Jaira ismeri. Az úgynevezett unokatestvérém egyszerűen csak ugyanabból a fészekajból keltek ki. Soha nem fogom megtudni, ki rakta oda a tojást, amiből kikeltem, és amíg nem találkoztam Jaira családjával, soha nem gondoltam arra, hogy elgondolkodjak. Hát lehet, hogy amúgy a pénz került át hozzánk. Természetes készletés, hogy megpróbáljuk megóvni a szereteinket a veszélytől, különösen akkor a erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy fejjel előre rohanjunk a veszély felé. Gyanítom, hogy Jaira bármelyik gyermeke osztozni fog önpusztító igazságérzetében, de legalább a szavai elgondolkodtatják őket. Na, most, hogy itt van velünk Gale. Tudjuk azt mondani, hogy állatok... Ja, van. Jó. A fődrúja szeme és füle elmaradt a távol létében. Újakat képzek ki. Hozom a hírt a gnomokról. Gnomok a tengerben. Gyilkosságok töltetek a szent helyen. Bűzlik a tömjén és a vér. Lent a Blushing Mermaidnél valami bűzlik. Sekszaga is van, de a főnököt ez nem érdekli. Ha nem itt a helyed, a fődrúid a csapdáig gondoskodnak rólad. Ha dolgotok van, foglalkozzatok vele. Ha nincs, buklászatok és meglátjátok, mi történik.
place is more dangerous than I thought. Bálpón szaga, második rész. Jó. Nem érjük el. Mondjuk lehet, hogy le tudom venni. Nem, elérhetetlen. Fel van Somnius. Ez nem jött össze. De csak már... nincs itt lézel. Hihetetlen. Jó, elnyomunk még egy inspirációt. Jó, akkor még egy tolvajkulcsot. Egy, érted? Egy. Még egyet. Három. Hát ilyen kicsiket nem is lehet dobni. Mocsári banyát megöltem akta egybe, aha. De ne szórakozz már velem. Hol mentettünk ott? Na jó, hát akkor igazából Gél elküldjük. Banya olyan szinten kapta, hogy egyszerűen nem is tudod mit csinálni. Nem tudod lemenni a barlangjába sem. Annyira erős volt a csapat. Na úgy néz ki, hogy pedig nem tudunk dumálni. The arch. Jó van. Has been killing. Down. Never a dull moment. De Lajos, miért nem jött? Már max szinten vagyunk. What's on your mind? I question the wisdom of that. I'll be in. Ó, én utána mentem és ott hagytam 10 sikertelen kísérlet után. Ja, hát én ugye úgy mentem már oda, hogy már magas szinten, viszonylag magas szinten. It is done. Na, zenító mester, bízom benned. Majd most érzem, most lesz a jó. Egy inspirációt is elnyomunk. Ez se jó. Mi ez az ajtó? Hát mindjárt szétcsapom. Senki nem jó. Jó, még egy inspirációt benyomunk. Na, végre. Éleszem, de a élet ellentmen keresel fegyvereket a harcunkhoz, nem fogod megtalálni az ajtó mögött. Nincs adható semmi, ami bárkinek is számítana rajtam kívül. Én is minden értéktelen dolgom a titkos ajtók mögé rejtem. Nem lehet meglepő, hogy a Harperek szeretik a titkaikat jól őrizni. Akár van értelme, akár nincs. A szavamra. Oda bent csak port és egy sokkal fiatalabb nő, málátszó emléktárgyait találod. De tedd, amit akarsz, nincsen mi rejtegetni valam. És eddig elégedetten követem a példád. Swift is my feet can carry me.
Mindjárt az a köldjük Jay rá, csak... Hoppám. Még akkor is, hogyha a belmet és a kosbotját a táborba küldjük, legalább van ilyenünk. Vitrin. Hoppá! Khalid ajándéka. Ami Khalid ajándékát viseli, Jaehira nem átkozható meg. Ajándék a férjemtől. Az évek során egyes részét fel kellett újítanom, de a szíve ugyanaz maradt, mint aznap, amikor nekem adta. Jaehira, tessék. Ja, hát ez micsoda fake info volt. Az időtlen test rítusa. Rejtélyes szimbólumokból zavaros szórás, amelyeket ugyanaz a kéz rakott össze látszólag évek óta. A katolikus vázlatokon rendet tesznek a takaros jegyzetek, amelyek valamiféle droida rituálét írnak le, a célja nem világos, a gyakorlata pedig hiányos. I'd best ask Jaehira. Jaehira, ez micsoda? Nem mondod? Igen, te elnéztem, hogy a kis emberek nagy címekkel fújják magukat. Felfújják magukat. Alig váró napot, amikor megmutatják a főhercegnek, hogy a nyelve fele annyira se ezüstös, mint a Sisi. Nem érdekli az ajánlatom? Együtt dolgozni? Furcsa módon én hiszek neki. Túlságosan ölted ahhoz, hogy ne legyen őszinte. Az ugye még más. De még egyesülünk is, hogy az agynak parancsoljunk, nem mint a város bén csizma sark alatt hagyhatnánk, ha egyszer végeztünk, visszatérnek a régi harchoz. Mégis, ha értelmét látod a szövetségkötésnek, nem fogom megkérdőjelezni, csak várom az elkerülhetetlen törést, amiről Gortás beszélt. Kipróbáltam a Dungeonborn demóját, nagyon bejött. Na, örülök. Örülök, Nevron. Vele volt már a Romance Jaehira, de hogy is, hát mamám lehet, nem? Találtam egy furcsa tekercset a szentélyedben, valami az időtlen testről. Az elfenekeléssel való fenyegetés soha nem tartott vissza a gyerekeket a valódi dolgaim között kutakodjanak? Miért kellene ezt téged visszatartani? Ez egy rituálé, vagy legalább is leírja azt. Bizonyos ezoterikus körök druidáit gyakorolják. Ha megtanulják és elég erősek a rituálé gyakorlója, lelassíthatja az öregedést, meghosszabbíthatja az életét jóval a természetesnél. Ezzel nem kell foglalkozni. Én már furcsább dolgokat is összeszedtem az utazásaim során. Hidd el. Megbeszéljük a tekercsedet? Bocs, azt hittem a császár után beleférő is. Dehogy is. Ő a jóságos nagynéni. Ha szeretnél, lehetséges, hogy egy kicsit elhamarkodottan ítélkeztem. Túlságosan elrakodott a szertartás. Ez egy rituálé. Igen. Jó. If they be learned, then jó. It is not something you need concern yourself with. I've picked up stranger things in all my travels. Trust me. Miért nem mesélte nekem a családodról? Sok okot adtam arra, hogy azt így jel, a Harberek úgy gyűjtik a titkokat, mint a drága köveket. De ígérem, hogy ez nem valami cselszövés. Csak egy egyszerű ostobaság. Mintha azzal, hogy távol tartom magam a családomtól. Távol tartanám őket a szektától. És ha ez a harc ellenük menne, nos, ők már gyászoltak. Miért kéne kétszer meglátogatni őket? Ennyire nem hiszel a győzelmi esélyeinkben? Nem, épp ellenkezőleg. Reméltem, hogy üdvözöletem a családomat, amikor a harcok véget élnek. Tévedtem, amikor azt hittem, hogy távol tartatom magam a gyermekeimtől. Mármint a gyermekeimet ettől a harctól. Ők Baldurian születtek és nevelkedtek. Ez a város egy pöcegödör. A lélek nyílt csatornája, amely beszennyez minket a szennyével, és akkor dob ki minket, amikor már minden jót eltávolítottak belőlünk. Történetesen ez az ő otthonuk is. Így az enyém is. Talán ez az első alkalom, hogy ezt hangosan kimondom. That might be the first time I have said that out loud.
Most pedig gyerünk. Jobban nekilátunk a mentésnek, nehogy Rion mindkettőnk ellen fordítsa a haragját. Kérdezni akartam valamit. Igen, igen. Amulett a házadban. Készüljek fel egy kis divattanácsadásra? De azt hiszem, jobbat érdemeltél tőlem, mint a felületesség. A férjemtől kaptam ajándékba Khalid. Harper volt. Jobb, mint én. Az igazat megvallva. Bármelyik idióta tud kardot lóbálni, de hinni az ügyben teljes szívéből. A sokkal trükkösebb dolog. Meghalt. Egyedül, fájdalmak között és túl fiatalon. Egy halhatatlanságra vágyó mágus gyilkolta meg. Nem fogom megadni ezt azzal, hogy egy lapon említem őt a férjemmel. Felidézünk mindent, amit tudunk Khalidról. 18. Lajos nem túlzottan értelmes. Jairének csendes szerény árnyéka. Khalid egy másik harcos volt, aki segített véget vetni a Valspawn válságnak. Nem sokkal később az őrült mágos John Irencius meggyilkolta. Na nézzük. Mondj róla valamit, amit senki más nem tud. Soha nem ismertem még olyan harcost, aki ennyire kitért volna a harc elkerülésért. Ami azt jelentette, hogy a kevés, amit választott, általában a megfelelő volt. A legtöbb harpia hivalkodik és villogtatja a tollait, hogy felkeltse a figyelmet. Khalid a csendesebb fajtából való volt. És amikor összeházasodtunk egy felfordított szekéren, az esős délencen olyan sokat dadogott, hogy sose voltam biztos benne, hogy fogadalmunk valóban számít el. Csak azt hallom, hogy gyengécske volt. Furcsa párosításnak tűnnek. A druida bennem azt szeretné mondani, hogy ez az egyensúly dolga volt. A fiatalabbik nő inkább a finom fenékre emlékszik, és arra a szokásra, hogy nem szólal meg, ha csak nincs a mondani valója. A dalok sokat foglalkoznak Khalid szerítségével. A csendes kis Harperről, akinek erősen össze kellett fognia a bátorságát. De megvolt neki, amikor számított. És még ennél is több. Együttérző volt. Amikor egy Harper életét éled, látod mindazt, amit egy Harper lát. Messze a legnehezebb dolog, amihez ragaszkodni kell. De egy bárd minden mást el tud mondani. Ami pedig azokat a dolgokat illeti, amiket nem tudnak, most azokat megtartom magamnak. Mesélünk neki a 9 újjóval való találkozáson. A címmester látni akar minket, ugye? Jobb, ha mi látogatjuk meg az otthonát, mintha ő látogatna meg minket. Akkor vezess. Jó. Az van a 9 ujjú kín. Valahol ott tudunk lemenni, gondolom hozzá. De jó, itt se járt van a végigjátszás alatt. Ja, ugye ide, itt van ez a pinszlot, és kellett ide a hárfa alakú kitűző. Amúgy azt hiszem ebből már van egy, vagy van több, nem tudom.
De hogy rémlik ilyen mehárfal a kukitűző. Nekem így korábbról. Ó, és itt volt a bejárat. Those clanking great steel watches. Na nézzük, mi van erre? Ez egyik szívja a halott gnolok. Ez a játék szívás. Nem sikerült egy észlelés csak. Na gyere! Ez a lány rejteget valamit a másik elől. Cukorka van a zsebében. Mit rejtegetsz a zsebedben, polgár? Gyanúsnak tűnsz. Ez kém cukorka, mert én az abszolút kémia vagyok. Anti-hag támogató csoport plakátja. Háj, polgár, várjatok itt, amíg az acélőrök átvizsgálják. Engem is be tudsz kennelni, sürgős küldetésem vagyok. Gyanús viselkedést észleltünk, ellenőrzés megkezdése. Nincs jogsértés a nyilvántartásban, elmehetsz, polgár. Na most megnézzük, hogy ez mit tud. Na ez volt az a létra. Na hát. Most már tudjuk, hogy mit csinál ez a létra. Itt van Voss. Szevasz, Vossos. Have you brought the Orphic hammer? Még nem. Then I will wait here until you have the remaining. Vlakith, as for those that break through. Down there. Wizard. Koponya patkány. Látjuk, tudjuk. Na bakker, hát ez azért van itt, mert ki kell nyitni. Tű. Nem tudom, hogy azóta lett-e kulcsom. Nem. Basszus, már ennyi az idő. Nem baj, még ezt megdumáljuk velem. Tartozol nekem egy aranyhal, nagymama. Amikor hallottam, hogy meghaltál a pusztában, áldozatot mutattam be Kelemvor kútjánál. Aranyból? Nem tudtam, hogy ennyit jelentek neked. Címester. Borzasztóan szentimentális vagyok. Az előbb hagytam, hogy egy Harper végig sétáljon a C-csarnokomon. Feltűnően, fegyvertelenül. Mert kíváncsi vagyok arra, hogy miért vagy itt, és hogy kit hoztál magaddal. Nos, mert tudod, hogy Jair a barátja vagyok. Milyen kedves. Nem sok ilyet fog találni az én cégkamrába. Nem fogjuk túl sokáig igénybe venni a vendég szeretetét, 9 ujjó. Minsket keressük. Nagy név, az ilyen információ nem olcsó, High Harper. Normális időkben nem. Persze, mivel ezek nem normális idők, és mindannyian olyan jó barátok vagyunk, jobb lesz, ha nem mondom meg, hogy hol van. Épp most hozom ide, miközben beszélünk. Vagy legalábbis egyes részeit. Nem adtam utasítást a holttest állapotára vonatkozóan. Miféle árulás ez, 9 ujjú? Te is az abszolútummal álltál össze? A saját városom ellen? Óvatosan! Fennáll a veszélye, hogy megbántja az érzéseimet. Minsk az, aki férjön legújabb istenében találta meg a hitét. És az új nevet vele együtt. A kő úr. Hazugság. Úgy mondod ezt a nevet, mintha jelentene valamit. Kellene? Az én népem ugyanabban a szóhasználatban beszél róla, mint Saravok és Demogorgon, de ő csak egy újabb felemelkedő.
Rövid uralkodása alatt a kőúr és a csapata hírnevet szerzett magának. Tiszta brutalitás, nincsenek túlélők, és ahol elkaszálják az embereimet, hogy gyökeret ereszt ez az érett kis szekta. De már nem sokáig. Tudomásunk van arról, hogy hol tervezi a következő csapást, és ezúttal készen állunk majd a visszavágásra. 9 új. Aztele, fújj le a rajtaütést, mondd meg, hol van, és milyen intézzük. Mi? Hallottam, mi történt a Harperekkel, Jaira? Sajnálom, de ez a harc túl nagy ahhoz, hogy egyedül bírd meg. Nincs egyedül, itt vagyok neki én. Ha csak félig is olyan barát vagy, mint amilyennek kiadod magad, akkor megmondod neki, hogy az ő szerepe ebbe a dologba véget ért. A kőúr sorsa megpecsételődött. Fejlett háborút kell megvívnunk. Inkább erre terelném a beszélgetésünket, de ha szükséged van egy kis időre, Jaira. Nos, ennyit megérdemeltél. A céterem nyitva áll előtted. Vigyál egyet, Jaira. Pihenj egy kicsit. Csak hagyjuk békén. Szégyen lenne a városnak, ha egy nap alatt két ősét is elveszíteném. Na nézzük. 9 új felfedezte, hogy Minsk nem más, mint a kőúr. Egy rivális banda főnök, aki ellopta a területét a szektának. Csapdát állított, hogy leszámoljon vele, és nem árulja el, hogy hol. Át kell kutatnunk a C-csarnokot a nyomok után. Keep the Harper out of trouble. Beyond that, be welcome. Be merry. Is there something you require? Még nem fejeztük be a Minsk megvitatását, hív vissza a rajtaütést. No begging. Nincs koldus? Még egy kis taknyos kérem sem? Mint ha nem is tudnád, kivel beszélsz. A parancsot már kiadták, megtörtént. Szóval remélem tudsz egy másik dallamot, mert ezt már kezdem unni. Információ? Knowing what I know usually comes at a cost. But let's say we'll put it on your tab. Jó. Az helyzet, hogy itt már mindenkivel beszéltünk. Your eyes, just make sure it's stop. Ukta. Oh, is that what Nine Fingers was doing earlier? Wasting guild time with this I need not love to serve. Na nézzük. You have a point you wish to make. Uktár pénztáros, ha a dolgunk van, beszéljünk. Igen. Ezt csinálta korábban is, korábban 9 újú is. Aci idejét vesztegette ezzel a kőúr dologgal? Mondhatni, én nem tudnám kommentálni. Érzem, hogy nincs szerelem köztetek. Nem kell szeretni az, hogy szolgáljak. Minél gyorsabban foglalkozom a kőúr dologgal, annál hamarabb térhet vissza a munkához, 9 újú. Nem úgy jutottam el ideig, hogy kicsinyes vitákba bocsátkozom, de nyitott vagyok a kölcsönös előnyökkel járó ügyletekre. Már mondtam, hogy szeretném megszerezni a kulcsot a grófhez fáncértelméhez. Gyanítom, hogy amit keres, az is ott lent található. De ki tudja, magadnak kell oda menned, hogy kiderítsd. Azt előző rajta, hogy Minsken a számadó házban, de mi a fenét akarhat ott? But what the hell would he want there? Ukta, Bursa. If we have business. Bursar. Guild time is too precious. Ez a tolvajokönyvelőjének szép szó. I do not hand out loans. Kölcsönöket, ha ezt kérdezi, az én szakmám a pénzügyek. My business is finance. Specifically. Konkrétan a páncértelem kulcsok megszerzése. A gazdagok a városi számoló. Igen, jó. I acquire keys. Jó. Have you made an acquisition?
ad neki Vikónia kulcsát. Devir, nos, mit akarna Lady Loss szolgálja ennyire biztonságban tartani? Na. Szóval, megtudtuk, hogy... Igen... 9 újjak a városi számadóháznál akarják rajta ütni a kőurat. Előbb oda kell érnünk, ha meg akarjuk menteni. Jól van. Érdekes volt, sáncok a mai kaland is. Jahira a csapatban. Mert ugye az ő küldetését csináljuk, és gondoltam, hogy így izgibb lesz a dolog, hogy ő is itt van, ő is kommentálja a dolgokat. De nem csak ennyi volt ma. A gyász házát lerendeztük, kitakarítottuk, és hát Shadow Art találkozott végre a szüleivel. De nem úgy, ahogy ő szeretett volna. Nagyon rövid időre találkozott velük, ugyanis meg kellett, hogy őket ölje. Így végre Shadow Art szabad lehetett. Azzal, hogy megölte a szüleit, felszabadult. Nagyjából ennyi volt a mai nap. Átnéztük azt a helyet, meg barangoltunk egy kicsit tovább Baldur's Gate-ben. És most Jahirának a küldélyét visszük tovább. Legalábbis most ott tartottunk. Meg ha már lent vagyunk a pincében, akkor a pincét egy... mármint a pincét... a csatornát egy kicsit jobban átnézzük legközelebb. Úgyhogy... ennyi lett volna a mai Baldur's Gate-ezés, remélem, hogy élveztétek, srácok, innen folytatjuk legközelebb, még akár az is lehet, hogy a héten.